Színes programkínálat, hagyományos és különleges rendezvények egyaránt megtalálhatók a város idei kulturális kínálatában. Erdei Harmónia új attrakciókkal kiépült európai színvonalú látogatóközpontot adtak át Nyíradonyban. Késsel támadt iskolatársára, életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy 16 éves lány, miután összevesztek diáktársával egy fiún. Köszöntöm Önöket! Január 26-a csütörtök van, kezdődik a napszemle. Már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Idén is izgalmas programkínálat lesz Debrecenben a kulturális élet minden területén. A színházi előadásoktól az irodalmi jubileumokhoz kapcsolódó rendezvényeken át a zenei élet debreceni évfordulóinak megünnepléséig hagyományos és különleges események egyaránt megtalálhatók a város kínálatában. Célegyenesben a Csokonai Színház teljes körű felújítása, a hamarosan elkészülő kulturális beruházást a színjátszás nagyszabású programsorozatával koronázza meg Debrecen. Idén Magyarország ad otthont a világ legnagyobb nemzetközi színházi találkozójának, a Színházi Olimpiának, amelyből városunk is kiveszi a részét májusban és júniusban. Nem csak a hagyományos közszínházak adnak egymásnak randevút, a magyar színházak adnak randevút Debrecenben az országos színházi találkozón, de több héten, hétvégén keresztül nagyon színes nemzetközi bábszínházi élet is várja majd az érdeklődőket, vagy éppen a nemzetközi amatőr színjátszó találkozónak is Debrecen fog otthont adni a Színházi Olimpia keretében. 2023-ban több kerek irodalmi évforduló lesz, amelyeket szintén programok sorával ünnepel meg a város. Kölcsei himnuszának és Petőfi Sándor születésének is a 200. évfordulója van idén. Ezek emlékeseményei már zajlanak. Csokonai 250. és Borbély Szilárd 60. születésnapjához is több rendezvény kapcsolódik, de a zenei életnek is lesznek jubileumai a városban. De a Kodály Filharmónia is 100 éves az idén, és azt sem felejtsük el, hogy szeptemberben lesz 60 éve, hogy az első Beat koncertre sor kerül Debrecenben, tehát a debreceni könnyűzene, a debreceni rockzene is 60 éves. A programkínálat alapján Debrecen kulturális életét idén is izgalmas színes programok százai gazdagítják városszerte. Megtöbbszöröződött az érdeklődés a műszaki képzések iránt a Debreceni Egyetemen. A Karon ma nyílt napot rendeztek, ahol többek között bemutatkoztak az egyes szakok és a BMW Group gyár Debrecen is. A diákok február 15-ig jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre. Akkor ezt leveszem és azt csapkodom. Különböző játékok segítségével próbálhatták ki magukat a diákok egy-egy műszaki területen. A fiataloknak emellett saját standjuknál adtak tájékoztatást a kar szakjai az elérhető képzésekről. Mindig is a gépészeti terület vonzott jobban, még a programozás, informatika, de jó, inkább a gépészet, mert úgy össze van fonódva mostanság már a kettő. A nyílt napon az első felmérések szerint több mint 600-an vettek részt. Ez többszöröse a korábban megszokott érdeklődésnek. Én az építészmérnök iránt érdeklődök, mivel már nagyon régóta, kiskorom óta érdekel az építkezés, meg rajzolás, és épp ezért, mármint a beállítottságom miatt érdekel ez a kar. A lendő egyetemistákat 8 alap és 10 mesterszakkal várják. A hallgatói kapacitásnak nincs korlátja. Azok a diákok, akik első helyen jelentkeznek és teljesítik az előzetes tanulmányi feltételeket, felvételt nyernek. A dékán szerint Debrecen ipari fejlődése miatt kedvező helyzetbe került a műszaki kar. Ezeknél a cégeknél nyilván egyre több műszaki végzettségű kell. A műszaki karnak az a feladata, hogy a várossal együtt tervezve minden olyan mérnök területen, amelyre szüksége lesz a városnak, képezzen mérnököket. A nyílt napon a BMW Group gyár Debrecen is bemutatkozott. A diákok egyebek mellett azt is megtudhatták, milyen szakokat érdemes elvégezni azoknak, akik a német cégnél szeretnének dolgozni. Én azt gondolom, hogy itt jó otthonra talált a BMW az oktatás tekintetében, és bízunk benne, és látjuk is ezt a mindennapokban, hogy együtt tudunk dolgozni az egyetemmel, és egy komoly stratégiai partnerséget tudunk kiépíteni, ahol az lesz a közös célunk, hogy azok, akik ide jönnek Debrecenbe tanulni, itt is tudjanak elhelyezkedni. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. 8,5%-kal több hallgatót vett fel idén a keresztféléves eljárásban a Debreceni Egyetem, mint tavaly.
A hallgatók nagy része állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt. 384 hallgató került be a keresztféléves eljárásban a Debreceni Egyetem mesterképzéseire. Közülük mindössze 15 fő folytatja tanulmányait önköltséges formában. Összesen 7 karon hirdetett az egyetem szakokat a keresztféléves eljárásban. A legtöbben a gazdaságtudományi karra kerültek be. A keresztféléves képzés felvételi eredményének sikere az oktatási rektor helyettes szerint azt mutatja, hogy a Debreceni Egyetem iránt továbbra is töretlen az érdeklődés, és ez egy remek lehetőség a hallgatók tanulmányainak folytatására. Ez egy intézmény képzési szerkezetéből is adódik, abból, hogy vannak 7 féléves alapképzési szakok, és ezeknek az alapképzéseknek a keresztfél év során lehet a folytatását mesterszakon elérni. Németországban ma átadták a kínai CATL akkumulátorgyár első európai gyárát. A beruházásnak a türingiai Arnstadt ad otthont. A csütörtöki átadón elhangzott, hogy az ottani 1,8 milliárd euróból felépített üzemben csaknem 2000-en dolgoznak majd. A volt NDK területén fekvő Türingia tartományban 1,8 milliárd euróból, azaz mintegy 700 milliárd forintos beruházással épített gyár éves termelési kapacitása 14 gigawatt. Ez nagyjából 350 ezer elektromos meghajtású személyautónak elegendő akkumulátort jelent. Bodo Ramelo tartományi miniszterelnök a CATL Debrecenbe tervezett, jóval nagyobb kapacitású üzemével kapcsolatban azt mondta, a kereslet várható lendületes növekedése alapján nagyon helyesnek tartja, hogy a kínai cég Türingia után partnerországunkban, Magyarországon is megjelenik. A tartományi kormányfő hozzátette, a CATL Arnstadt-i gyárát úgy építették meg, hogy nem történhet vegyi szennyeződés a környezetében. Az elsősorban német autógyártókat kiszolgáló üzemben évente 30 millió lítium-ion akkumulátorcellát állítanak elő. A mostani debreceni időjárás valójában az ilyenkor szokásos rómainak felel meg. Idén januárban eddig például még nem is volt olyan nap, amikor egész nap 0 fok alatti hőmérsékletet mértek volna a városban. Egyebek mellett ezt mondta Szegedi Sándor szerdán az Esti Közelkép című műsorunkban. A Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetője szerint ez egyértelműen a klímaváltozás jele. Egy-két évtizeddel korábban még arról beszélgettek a szakemberek és a laikusok, hogy egyáltalán van-e klímaváltozás. Ez ma már nem kérdés, ezt mondta Szegedi Sándor tegnap Esti Közelkép című műsorunkban. A Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetője hozzátette, Magyarországon az érvényben lévő negatív hőmérsékleti rekord 1941. februárjából származik, akkor mínusz 35 Celsius fok volt. Az utóbbi években ettől nagyon távoli értékeket mérnek a szakemberek. Például a téli napok, amit megértem be a szívű téli napnak, amikor egész nap 0 fok alatt marad a hőmérséklet. Ezen a télen még gyakorlatilag nem volt ilyen. Tehát amit metölgértemben téli napnak nevezhetnénk. Tulajdonképpen már most ott tartunk, hogy januárban is már szinte hírértéke van annak, hogy jönnek az éjszakai fagyok. Szegedi Sándor szerint ez a mostani debreceni időjárás valójában az ilyenkor szokásos rómainak felel meg. A nyári időszakok is változtak, egyre gyakoribbak a 35-40 fok közötti hőmérsékleti maximumok. A tanszékvezető hozzátette, az évtizedekkel korábban készült klímaváltozási forgatókönyvek egyik fontos előrejelzése volt, hogy hazánkban is egyre inkább a mediterrán térségre jellemző klíma válik uralkodóvá. Ami egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy egyre inkább ez a téli fél év válik csapadékosra, és a nyári szárasság, ami jellemzője lesz a klímának. Hát ez az év ezt tökéletesen mutatta ezt, de hogyha visszagondolunk, akkor tulajdonképpen az utóbbi bő évtized 2010 óta tulajdonképpen az rész, nagy részt ilyen. Vagyis télen egyre több csapadék hullik, de kevés hó esik, a nyár pedig egyre forróbbá és aszályosabbá válik. A tanszékvezető szerint azt azonban még nem mondhatjuk, hogy Magyarország mediterrán éghajlatú lett. Az viszont biztos, hogy a kontinentális jelleg mellett ez egyre dominánsabbá vált. Átadták az Erdei Harmónia látogatóközpontot, így új turisztikai attrakcióval bővült Nyíradony környéke. A beruházás uniós és hazai forrásból valósult meg. Lázár János építési és közlekedési miniszter az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy a jövőben fontos szerepet szánnak a vidék megerősítésének.
A Guti erdő vadvilága elevenedik meg ebben a teremben. A 42 darabból álló dioráma, amellett, hogy nagyon látványos, lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatásra is. Ez csak egy azon termek közül, ami helyet kapott az Erdei Harmónia Látogatóközpontban. Található az épületben egyebek mellett előadó és rendezvényterem, interaktív szoba, mozi és szemináriumterem is. A Guti erdő növény és vadvilágát bemutató élménytér, ami turisztika attrakcióval várja az érdeklődő közösséget és a látogatókat. Az épület alapterülete 952 négyzetméter földszinten, az emeleti részen 321 négyzetméter, továbbá 457 négyzetméter terasz. Tasó László országgyűlési képviselő az átadó ünnepségen azt mondta, sokan dolgoztak azon, hogy a turisztikai ágazat fejlődésnek induljon a térségben. Az a termünk, és azt szeretnénk, hogyha a turisztikai ágazat ebben a térségben úgy erősödne meg, hogy a pontszerű kínálatok azok egységes kínálattá fejlődnének. Hiszen minden településnek van valami, ami csak a sajátja. Lázár János építési és közlekedési miniszter kiemelte. A fókuszt a következő időszakban a vidékre akarják helyezni. Hogy lehet Magyarország a régió legerősebb és leggazdagabb országa? Úgy, hogyha a vidék számára lehetőséget teremt. Ha számba vesszük azt, hogy ennek az országnak hol vannak még növekedési tartalékai, hol lehet még GDP-t előállítani, hol lehet gazdaságot fejleszteni, hol vannak még dolgozni akaró és képes emberek, hol vannak még vállalkozni merő vállalkozók, akkor biztos, hogy a vidék az, amely ennek az országnak a tartaléka. Az Erdei Harmónia Látogatóközpont több mint 800 millió forintos uniós és hazai forrásból valósult meg. Budapest és Pécs után Debrecenben nyitott virtuális üzletet a Volt Market. A kezdeti tapasztalatok alapján sikeres az online bevásárlást és házhoz szállítást kínáló szolgáltatás, ami új munkahelyeket teremtett a városban. 2021-ben indult a Volt Market Magyarországon, amely tavaly advent idején nyitotta meg a debreceni egységét. Ez a virtuális üzletlánc 8. hazai online boltja, ahol a friss termékektől a háztartási cikkekig sok minden elérhető, ami egy heti bevásárláshoz szükséges. Befutnak hozzánk a rendelések, utána a körbe mennek a boltban dolgozók, és összeszedik őket a sorok között, nagyjából 3-4 percen belül, aztán becsomagoljuk, és a futároknak átadva már útjára is indítjuk őket. Akár fél órán belül házhoz szállítják az applikáción vagy weboldalon megrendelt árucikkeket. A cég tapasztalatai szerint a debreceniek nyitottak az innovatív újdonságokra. Ezért döntött úgy a nemzetközi hálózat, hogy Budapest és Pécs után harmadik nagyvárosként Debrecenben vezeti be a kényelmi szolgáltatást, ami új munkahelyeket is jelent. Számos új munkahelyet teremtettünk, ugye már itt a bolti dolgozókkal is, meg ugyebár az, hogy van ez a plusz szolgáltatás és plusz rendelések a platformon belül, ez ugyebár a futárainknak is plusz munkát jelent, tehát hogy több oldalon is munkahelyteremtéssel jár. Az első néhány hét alapján sikeres a cég indulása Debrecenben, a szolgáltatás felfutása pedig később új munkahelyeket teremthet a városban. Késelésbe torkollott két debreceni diáklány vitája tegnap délután a Vénkertben. A fiatalok konfliktusa mögött az eddigi adatok szerint szerelmi féltékenység állt. A megszúrt 16 éves lány életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrség a helyszínen elfogta az elkövetőt. Úgy tudjuk, a Sinai Miklós utcai játszótéren ennél a padnál először vitába keveredett, majd összeverekedett két 16 éves diáklány szerdán iskola után. A verekedés közben az egyikőjük elővett egy kést is, és azzal támadt iskolatársára. Információink szerint az egyik lány többször megszúrta iskolatársát, aki ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Tudomásunk szerint a mentősök a sértettet életveszélyes állapotba szállították a kórházba. A rendőrségre délután 3 óra után érkezett bejelentés az esetről. A verekedés miatt riasztott rendőrök azonnal a helyszínre siettek. Kollégáim még a helyszín közelében elfogták a késelt támadó lányt, akit gyanúsítottként kihallgattak, életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kell felelnie. A rendelkezésre álló adatok alapján a lányok konfliktusa mögött egy fiú miatt kialakult féltékenységi vita állt. Úgy tudjuk, a helyszínen elfogott gyanúsított elismerte tettét. A napszemle után a közügy jelentkezik. Ma Keserű Zsuzsa várja önöket. Szervusz, ki lesz a vendéged, és miről fogtok beszélgetni a mai műsorban? Szervusz, köszöntöm a nézőket.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az év első felében átadják a megújult Csokonai Színházat, így Debrecenben 3 játszóhely is lesz. A közügyben arról beszélgetünk Puskás István alpolgármesterrel, hogy ezzel milyen lehetőségek nyílnak a város számára. Emellett szó lesz a 10. színházi olimpiáról is. Mindjárt kezdünk, maradjanak velünk a napszemle után is. Köszönjük! Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!